Október 11-én szombaton rendezték meg a második Steel Timber Sports Mátra Kupa fakitermelő versenyt Mátra Derecskén, ahol a felnőttek mellett idén először magyarországi és erdélyi gyerekek is összemérhették a tudásukat. Az első kelet-európai ifjúsági versenyre 7 fiatal érkezett a település sportcsarnokába, ahol végül a Székelyhídról érkezett Balázsi Dávid állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Székelyhídról érkeztem, favágó verseny céllal érkeztem, hogy megnyerem ezt a kupát, a Mátra-Derecskei kupát. Hát sikerült, hála Istennek. Elég szoros verseny volt, nagyon jók voltak az ellenfelek. Most ez így alakult, remélem továbbra is több sikerem lesz. Szeretnék kijutni a VB-re, csak ez még nem sikerülhet, mivel nem vagyok 18 éves, de reményeim szerint 2 év múlva kijuthatok. A kelet-európai ifjúsági verseny után természetesen a felnőtteké volt a főszerep, de két fakitermelő a fiatalok megmérettetésén sem lehetett nyugodt. Apja nyomdokaiba lépett ugyanis a 4. helyezett, ifjabb Bozsó Zoltán és a bronzérmes Strubel Vence is. Apukám kiment versenyezni, azt én is kipróbáltam. Hát megtetszett, azt elkezdtem én is csinálni. 12 éves vagyok, másfél éve kezdtem el ezt a sportot, és azóta már sokat fejlődtem, és hát nehéz, de ha technikáson csinálod, akkor könnyű. Kimegyünk a tanyára, pucolunk fát, elkezdem vágni, ő mondja, hogy hogy kell, azt vágom. Cél az, hogy mondjuk bekerüljek a csapatba, meg a VB, az jó lenne. Apukám most meg volt elégedve nagyon, örült nagyon, és tetszett neki. A második Mátra kupát a felnőttek között végül Juhász István nyerte meg, ráadásul úgy, hogy az egyik versenyszámban diszkvalifikálták is. A második helyen a főszervező Strubel József végzett, míg a harmadik a fakitermelő VB-n szerelésben világrekordot felállító Ritlinger Róbert lett.